A miniszterelnök szerint meg lesz az 1 millió új munkahely. Fél megavattos naperőmű épül Heréden. Gazdaságfejlesztési ötlet Bölzehevesen. Jó estét kívánok, Lónyai Linda vagyok, a HOTV pénteki híreivel. A kormányzati cél továbbra is az 1 millió új munkahely 10 év alatt, melyből időarányosan jól áll az ország, mert 700 ezer munkahelynél tartunk. Erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök az Apollo Tyres gumigyár Gyöngyös Halászi avatóján. A gyár 975 álláshelyen járul hozzá ehhez az eredményhez. Szabó Zsolt államtitkár hangsúlyozta, a térség nem csak munkahelyek szempontjából, de oktatási és fejlesztési tekintetben is jól jár a cég ide telepedésével. Már megint összetört egy-két kókuszdió Gyöngyös Halászon, és már megint egy-egy nagy pillanatot jelképezett ez a gesztus a magyar-indiai gazdasági kapcsolatokban. Csak úgy, mint két éve az Apollo Tyres alapkőletételénél, most a gyár avatásán is így történt, hiszen ez az indiai ünnepi hagyomány része. A cég elnöke Onkar S. Kanwar szerint a Gyöngyös Halászi beruházás szélesítheti a vállalat kereskedelmi útját Európában. Orbán Viktor miniszterelnök, az első kokoszdió feltörője, arról beszélt az avatáson. Az Apollo Tyres alapító Kanwar család tagjai már tiszteletbeli magyaroknak számítanak, és ez a beruházás is a bizonyítéka, hogy volt értelme a néhány éve sokak által bírált keleti üzleti nyitásnak. Magyarország célja, hogy továbbra is Közép-Európa termelési motorja legyen, az Apollo Tyres pedig az egyik henger ebben a motorban, mondta a miniszterelnök. Hozzátette, a magyar kormány a beruházáshoz 16 milliárd forinttal járult hozzá, mert úgy látta, hogy a magyar adófizetők pénze itt majd jól fog kamatozni. A cél továbbra is az 1 millió új munkahely 10 év alatt, amelyből időarányosan jól áll az ország, mert 700 ezer munkahelynél tartunk. Azt a célt tűztük ki, hogy 10 év alatt létrehozzunk 1 millió új munkahelyet. Indiai barátainknak mondom, hogy egy 10 milliós országban ez egy komoly tétel. Eltelt 7 esztendő, most számlálhatunk 700 ezer új állást, vagyis időarányosan nézve is jól haladunk. Azonban ez a szám is mutatja, hogy nincs okunk arra, hogy megálljunk, ahhoz, hogy a 10 évre kitűzött céljainkat elérhessük, a következő időszakban is segélyhelyet, munkát kell adnunk az embereknek, és közben folyamatosan csökkentenünk kell a munkát terhelő adókat. Az Apollo együttműködik Hevesi és Gyöngyösi középiskolákkal, már ma is 400 mérnököt és technikust foglalkoztatnak. Szabó Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is azt emelte ki, a cég itt léte munkahelyet, oktatásfejlesztést és erőt ad a térségnek, és arra is emlékeztetett, hogy az új üzemhez Adács és Gyöngyös felül is épül majd kerékpárút. Ez főleg Gyöngyös Halásznak előny, hiszen az ő területére épült, de akár Adács, akár Gyöngyös, Karácsont, sőt egészen Lehevesig. Sokféle szempontból élénkítő tényező. Egyrészt nyilván munkahely, és méghozzá kvalifikált munkahely. Másrészt ugye adóbevétel, helyi adóbevétel, ezt ne felejtsük el. Ez a vállalat hatodik üzeme, a második Európában, és az első indián kívüli zöldmezős beruházásuk. A zöldmező két év alatt alaposan megtelt tartalommal, 721 nap alatt 7000 ember munkája nyomán egy városi gyár nőtt ki a földből, ahogy az építkezést bemutató imázs videón is látszik. 72 hektáron 475 millió eurós beruházással több mint 6 millió abroncs készül majd itt, évente. És a cég is pont 40 éves idén, ezért kettős az ünnep. Orvost vertek a 60-i kórházban. Április 6-án este három férfi rátámadt egy orvosra az Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet sürgősségi osztályán. A szakember súlyos sérüléseket szenvedett. Az ügyben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekmény gyanúja miatt indított nyomozást két 60-i férfi és egy nő ellen a 60-i rendőrkapitányság bűnügyi osztálya. Fél megavattos naperőmű épül Heréd határában. A fejlesztés nyomán hasznos célt szolgál egy elhanyagolt földterület, amelynek adottságai arra is alkalmasak, hogy később akár a duplájára növelje az energiatermelő kapacitást a befektető.
Egy feltöltött agyag homokbánya és némi bozót látszik a képeken most. Hamarosan érdekesebb lesz a látvány, itt Herét szélén napelemek lesznek, amerre a szem ellát. Van egy olyan kihasználatlan, igazából teljesen kihasználatlan területünk, ami gyakorlatilag ezután teljesen rendben lesz téve, és ott valóban épül egy fél megawattos napelempark. Mivel a terület kiváló adottságokkal rendelkezik a napenergia hasznosítására, korábban is több befektetővel tárgyalt már napelemügyben az önkormányzat, de Kumár József szerint komolytalan ajánlatokat tettek feléjük. Most egy állami cég által megfogalmazott tervre, fajsúlyosabb ötletre bolindott rá a helyi képviselőtestület. Végül az MVM egyik cége jelentkezett erre a feladatra is, és határozott és kedvező ajánlatokat tettek. Mindenképp hasznunk lesz, bérelni fogják a területet tőlünk. Ez gyakorlatilag 15-20 millió forintot hoz egy 20 éves időszak alatt. És a megtermelt energia kapcsán iparűzési adót is fog fizetni a cég Herédnek. Várhatóan lépcsős kialakítása lesz a közel 3 hektáros területnek jelentős mennyiségű földmunka árán. A fél megawattos erőmű felépítése után marad még annak is elegendő tér, hogy egy megawattosra bővítsék a kapacitást. A pénzügyi őrök az M3-as autópálya Ecsédi pihenőjénél megállítottak egy teherautót, olvasható a NAV honlapján. A NAV munkatársainak feltűnt, hogy a sofőr az átlagosnál idegesebb. A gépjármű átvizsgálásakor toalettpapír kötegek közé rejtve 400 darab különféle márkás parfüm került elő. A parfümökről megállapították, hogy nem eredetiek. A hatósága mintegy 10 millió forintot érő illatszereket lefoglalta. A gazdaság fellendítésére és a munkahelyteremtésre vonatkozó intézkedés tervekről szólt az a tájékoztató, amit a Heves megyei Europ Direkt tájékoztató központ és a Heves megyei önkormányzat szervezett Hevesen. A rendezvény célja, hogy minél több kis- és középvállalkozás kapjon kedvet a beruházásokhoz, hangzott el a fórumon. Ennek elősegítésére a vállalkozások számára elérhető hitelekről és a foglalkoztatás bővítések konstrukcióiról is beszámoltak. Elsőként dr. Zugó Lilián a gazdasági elemző tartott előadást az Európai Beruházási Terv a vállalkozások szemszögéből címmel, amelyben elmondta, a 9 évvel ezelőtti globális gazdasági és pénzügyi válságot Európa még nem heverte ki, azóta is alacsony az EU-ban a beruházások mértéke. Ez szülte azt az ötletet, hogy az Európai Bizottság beruházási tervet készítsen azért, hogy ez a tendencia megforduljon. Ám jelenleg már nem csak az Európai Bizottság szándékairól, hanem konkrét intézkedéseiről is be lehet számolni. Garanciát nyújtunk mindolyan hitel és finanszírozás mögé, ami kockázatosabb a szokásosnál, hogy olyan ötletek és vállalkozók is, vagy vállalkozások is juthassanak forráshoz, hitelhez, bármilyen típusú forráshoz, akár tőkéhez is, amivel megvalósíthatják az ötleteiket, és amivel munkahelyet teremthetnek. Olyanok is kapnak így hitelt, akik egyébként nem kaphattak volna, olyanok is jutnak forráshoz, több forráshoz, akiknek erre igazán szükségük van. Az Európai Bizottság ötleteket és tanácsokat is ad a tervek megvalósításához. A másik nagyobb témakör a vállalkozás finanszírozás banki lehetőségeiről és a foglalkoztatási paktumról, vagyis a munkahelyteremtő topos pályázatokról szólt. Alapvetően két fontos eszköz áll, vagy van előttünk. Van rá lehetőségünk, az egyik a képzéseknek a támogatása. Úgy látjuk a megyei stratégia elkészítése során nagyon nagy igény volt arra, hogy a piaci igényeknek megfelelő képzések valósuljanak meg, és ezekre legyen lehetőség. A másik pedig konkrétan bér és járulék támogatásra is lesz lehetőség, de gyakorlatilag egy meghatározott időtartamig, és azt követően egy fél éves továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett, de fogjuk tudni támogatni a munkaerő felvételt. Domján Róbert hozzátettem, a képzésekre és a bérjárulék támogatásokra a munkaügyi kirendeltségeken keresztül lehet majd jelentkezni. Az igények beadásához és a pályázatok lebonyolításához az EGRI Paktum iroda vagy a helyi munkaügyi kirendeltség tud bővebb felvilágosítást adni. A magyar idők szerint az Európai Parlament elfogadta az egységes távközlési piacról szóló rendeletet. A roaming külön díját lépcsőzetesen számolják fel. Az utóbbi években már folyamatosan csökkennek a barangolásos tarifák az unión belül, de június 15-én végleg eltűnnek ezek a díjak.
Egy új uniós szabályozás értelmében mostantól mindenki okmányait ellenőrzik a schengeni külső határokon. Az uniós rendelet miatt a magyar-horvát, a magyar-ukrán és a magyar-szerb határátkelő helyeken is hosszabb intézkedés várható. A magyar-román határon viszont a Magyarországról kilépő utasokat csak szúrópróbaszerűen ellenőrzik, adta közre az Origó. Köszönöm, hogy ma is bennünket választottak, hétfőtől ismét friss hírekkel várjuk Önöket, addig kövessék figyelemmel a 60online.hu-t. Békés estét, nyugodt hétvégét kívánok, stábunk nevében is. Viszontlátásra! Szombaton még sok lesz felettünk a felhő, az északnyugati szelet élénklökése kísérhetik. Vasárnap már sokfelé kisüt a nap. Csapadéka nem kell számítani, és a szél is veszít erejéből. Hétfőn tovább melegszik az idő, már 19-24 fokot mérhetünk.